Ilyen volt, és ilyen lett. Az előbbi felvételek még tavaly novemberben készültek, utóbbi pedig már idén az egyik legnagyobb megtisztított illegális szemétlerakó területről, a Lőtéri útról, Tolnán. A város önkormányzata még tavaly novemberben pályázott a Tisztítsd meg az országot című programra, melyet az Innovációs és Technológiai Minisztérium hirdetett meg. A terület megtisztítása során megközelítőleg 200 köbméternyi szemetet szállított el az egyik hulladékfeldolgozó cég. Az önkormányzat dolgozói is csatlakoztak a munkálatokhoz. Berta Zoltán alpolgármester szerint a városban több illegális lerakó van. Fontos, hogy ezeket megszüntessék, mert a településen ez már általános jelenség, hiszen amellett, hogy a lerakók rontják a város arculatát, súlyos környezetszennyező hatásuk is van. Bízom benne, hogy ha apró lépésekkel is, de haladunk előre, és el tudjuk fogadtatni azt az emberekkel, hogy a hulladéknak a hulladék lerakókban van a helye, még akkor is, hogyha éppen esetleg valamiért fizetni kell, bár a határba kivinni szinte sokszor járhatatlan területekre, én úgy gondolom, az még nagyobb költséggel és feladattal jár, illetve annak a kockázatával, hogy tetten ér és történik, az meg ugye elég komoly vonzatot fog eredményezni. Cél a terület tisztaságának megtartása, ezt a város polgárőrei fogják rendszeresen ellenőrizni. Folyamatos a megfigyelésünk, tehát már ugye a munkálatok megkezdése előtt közben is kiemelt figyelmet fordítottunk a területre. Volt is egyébként tettenérés, pont a megfigyelés időszakában, aki illegálisan akart hulladékot elhelyezni, hát ott a munkatársaink a szükséges eljárás kezdeményezték, ami folyamatban van. Úgyhogy jövőben is nyilván kiemelten fogjuk figyelni a területet. A törvény szerint, aki illegális szemétlerakást követel, akár 150 ezer forint bírságra is számíthat. Berta Zoltán azt mondja, reméli az elkövetkezendő években még szigorúbb szankciókkal lép fel a hatóság a szabálysértők ellen.